Köszöntöm kedves nézőinket, stúdiónk mai vendége, Balog Gyula, a Bácsaló polgármestere. Köszöntöm itt a stúdióban, polgármester úr. Köszöntelek én is téged, és a kedves nézőket is. Sokadik alkalommal kerül megrendezésre a Bácsalókon a Böllér Fesztivál, amely e, tudjuk, hogy rengeteg vendéget e, vonz, bizonyára így lesz ez az idei évben is. De még mielőtt egy kis ketcsinálót e, e, tennénk a e, nézőknek, elvenítsük föl ennek a fesztiválnak a történetét. Mikor került először megrendezésre? ebben az évben lesz nagykorú igazából, mert 18 évvel ezelőtt egy civil csoport kezdeményezéséből alakult ki, hogy szervezzünk egy ilyen hagyományőrző disznótoros fesztivált, és ezek a civilek szervezték meg először, Abádi Szabó Imre és Balázs Éva voltak a fő ötletgazdák, és többen összeálltunk ennek a csoportnak, én is tagja voltam már akkor a legelején, és az alapok így, így fektettük le az alapokat, és helyszínek pedig az Abátszalóki füzes kempinget választottuk, ami, ami úgy helyszínileg is azért illik egy kicsit ehhez a fesztiválhoz. Hogyan fogadták ezt az Abátszalókiak? Először két kedve fogadták, azt mondták, hogy ó, hát nálunk itt mindenki vág malacot, vagy még minden második háznál akkor még vágtak hízót, úgyhogy nem volt ez olyan ott helyben olyan nagyon nagy érdeklődésre számottevő. Majd amikor a fesztivál elkezdődött az első, úgy kiki jöttek úgy biciklivel a, camping mellé, és akkor úgy betekintettek, és hogy egyre többen jöttek a vendégek, egyre több autót láttak, így a helyiek is elindultak ki a, a fesztivál helyszín. Színére, és hát azóta most már mindenki várja ezt a programot. Polgármester úr, hogyan gondolja, miért fontos ez a város életében, hogy megrendezésre kerüljön ez a gasztronómiai fesztivál? Igazából most már azt gondolom, hogy kinőtte magát a rendezvény egy nyitó rendezvényé. A Tiszató környékén most fognak kezdődni az igazán tartalmas kültéri rendezvények, nagy programok, és valójában nem vagyunk már a disznótoros időszakban a dömpingében, hiszen ez decemberre, januárra, februárra tehető inkább, de mi ezzel szeretnénk zárni a disznótoros időszakot, illetve hát kezdeni, hogy itt a tavasz, és aki szeretne mozduljon egy kicsit ki abból a, azokból a téli napokból, bár most a egy kicsit az időjárás, illetve hát a hagyományőrzés nagyon fontos, hiszen egyre kevesebben vágnak most már helyben is malacot. És örömmel veszük észre, hogy egyre több gyermekes család jön ki a rendezvényre, és ugye megmutatják, hogy nagyapánál, dédpapánál hogyan csinálták a, a sertés feldolgozását. Ugye a disznótoros hagyományok megőrzése mellett ez a rendezvény kiváló alkalmat ad kulturális bemutatókra, és milyen bemutatók szoktak lenni ezen a rendezvényen? Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a hagyományőrzés legyen a középpontban mindenképpen, és sok népzenész, népi együttesek, néptáncosok lépnek föl. Helyet adunk a helyi térségi csapatoknak is, ők is föl tudnak lépni ezen a fesztiválon. Illetve a korábbi években mindig hívtunk egy-egy ehhez kapcsolható ö, nagyobb ö, együttest. Most egy kicsit ezen csökkentünk, hiszen új célunk van, hogy a közönséget, ö, gyakorlatilag a közönség legyen a fellépő. Tehát egy ilyen interaktív ö, ö, megre, rendezvény lesz a Pontosan szépen. így van. Egy, egy hatalmas táncházat, egy uh -huh. nagy vásári kavalkádot szeretnénk. Ö, bemutatni, illetve megéreztetni a, a vendégekkel. Gyakorlatilag nekünk a, az egész disznótoros rendezvény a kezdetektől úgy kezdődött, hogy a vendég ne csak lássa, hogy hogyan dolgoznak föl egy sertést, hogy meg is kóstolja az ízeket. Ugye több településről jönnek, van, hogy határon túlról is jönnek vendégek, most lengyel vendégek is lesznek, itt lesznek a testvértelepülés is, és hát meg lehet kóstolni a lengyel ízeket majd és ugye minden csapat fölépíti a maga portáját, és be lehet ülni a csapatokhoz. Tehát olyan, mintha hogyha egy paraszt udvarba mennénk be, és becsöppennénk a családnak az életébe, hiszen nem kis esemény volt, tehát ez egy nagy családi esemény volt annak idején a, a disznótor, és ezt a hangulatot szerettük volna mindig is megéreztetni a vendégekkel. Azt gondolom, hogy ez sikerült is, és ezt szeretnénk fokozni, azzal, hogy ott több ezer ember, vagy több száz ember egy ilyen e, interaktív táncházban, e, népi fesztiválban e, érezze magát. Hány csapat, és az ország mely területéről elkezdtek? Említette, hogy még külföldről is érkeznek csapatok. Most 24 olyan csapat van, aki egész sertést fog feldolgozni. Hát, e, e, reggel élve kapják meg a sertést, ezt mi biztosítjuk. Természetesen európai módon, humánus módon ezek el vannak kábítva, és így történik. Gyakorlatilag a zsűrizés is, és a feldolgozása is a, a, a sertéseknek, és van tíz olyan csapat, civil baráti kör, abátszalóki csapatok, baráti társaságok, akik úgymond könnyített verzióban vesznek részt, tehát nem egy egész sertés dolgoznak fel, hanem valamilyen gasztronómiai élményt fognak nyújtani a vendégeknek. Tehát van, aki káposztát főz, toros káposztát főz, van, aki majd hagymás vért fog készíteni, van, aki pecsenyét fog sütni, lesz, aki halat, lesz, aki még meg fog jelenni még a birkapörkölt is ezen a fesztiválon. Tehát nyilván a, a mi helyi térségi gasztronómiánkba ezek is beleférnek. Tehát 30-34 csapat. Lesz most akkor aki. ez egy hatalmas gasztronómiai kavalkád lesz. De. Ha jól vettem ki a szavaiból, akkor most a fő attrakció az lesz, hogy a közönséget is bevonják a kulturális műsorba. Hogyan lesz ez megalkotva, megszervezve, lebonyolítva? De az egész nap folyamán mindig lesz valami látnivaló. Tehát ez egy ilyen igazi... 1800-as évekbeli, 1900-as évekbeli vásárik a valkád, tehát ugye a portákon készülnek az étkek, ott illatok, ízek, de nagyon sok látványosság lesz. Az előző évek tapasztalata alapján a gyermekekre nagyon készülünk, sokkal több gyermekprogram lesz, tavaly is nagyon sok volt már, de most még több lesz foglalkoztatók is, és különböző helyszínek, ahol mindenféle játékokat játszhatnak a gyerekek. Lesz egy interaktív kiállítás is, és lesz egy interaktív táncház, egy ilyen, hát én egyszerűen úgy szoktam mondani, hogy csárda ahol, ahol folyamatosan megy majd a muzsika, de egyébként a színpadon is fognak menni különböző kulturális események. Tehát az ember mikor először eljön, akkor csak kapkodja a fejét és fotóz, hogy milyen csodálatos dolgokat csinálnak a, a csapatok is. De önmagukban a csapatok is szoktak készülni. Tehát e, van, aki nótakört hoz, e, citerával zenélnek a saját portájukon. Tehát az egész egy ilyen nagyon intenzív élmény tud nyújtani az embernek, és valóban egy időutazásban van része akkor igazi vásári hangulat, és akkor kirakodó vásár is lesz, ugye az hogy utóbbi években is volt, most is lesz ez? Természetesen a fő közlekedő út mentén végig tradicionális vásározók lesznek, tehát kirakodó vásár is egyben a rendezvény. Egy ilyen nagy program megszervezése sok-sok háttérmunkát igényel. Ki az a csapat, vagy kik azok, akik az idei évben a munkaoroszlán részét vállalják ebben? Az önkormányzatnak van egy saját kft -e, aki nyáron a turisztikával foglalkozik. Elsősorban strandüzemeltetés, üzemeltetés és a programok egy részének a szervezése a feladata. Ők azok, akik a fő vázát adják, de tavaly több mint száz önkéntes dolgozott. Tehát az intézményeknek a dolgozói, olyanok, akik segítenek nekünk, barátok, ismerősök, aki, aki kedvet érezden mindenkitől fogadjuk a segítők ezeket. Rendkívül nagy szervezés, tehát már a héten mennek a balesetvédelmi oktatások, fölkészítések, stb. Tehát mindent tényleg nagyon megszervezünk, úgyhogy, úgyhogy ebben gyakorlatilag a telep és apraja nagyja részt vesz. Akkor ez a város életében ez ilyen közösségépítő tevékenység is. Így igaz. Ezért vontuk be a vendégek kiszolgálásába, vagy az ízeknek a megismertetésébe és a civil csapatokat. Vannak-e támogatók, akik támogatják ennek a rendezvénynek a megszervezését? ne természetesen. Két fő támogatónk van. Hegedűs Sándor, a Hegedűs Hús B.T., aki már most 8. éve segíti a mi rendezvényünket ő és a zsűri koordinálásában is részt vesz, ugyanis kettő zsűri van. Az egyik a, a hentes zsűri, aki a, a szakszerű feldolgozást, a szalonna formázását, a sonka formázását, a bontást, ezt vizsgálja meg vannak állatorvosaink, akik természetesen megnézik, addig nem lehet hozzákezdeni a főzéshez, amíg, amíg az állatorvosok meg nem nézték. És van egy gasztronómiai zsűri, ott Pál Szabó Mihály lesz a évek óta, ő a kezdetektől fogva nekünk, ő az egyik fő tagunk, és szakácsokból álló zsűri, aki pedig az ízeket fogja majd vizsgálni. Tehát azért 24-30 uh, hurkát, kolbászt, uh, toroskáposztát végigkóstolni, azért ahhoz kell uh, ember természetesen. És uh, uh, van még egy helyi vállalkozó, a uh, Szalóki Szolgáltató Kft., akiknek sertéstelepük van, és a sertéseket pedig onnan fogjuk majd uh, nagyon nagy kedvezőnyel kapni, tehát ők is uh, fő szponzorai ennek a rendezvénynek. Ez a térségnek az egyik legnagyobb ilyen gasztronómiai fesztiválja. Polgármester úr, aki még esetleg az elmúlt években nem látogatott ide el, azoknak, hogy ajánlaná ezt a rendezvényt? Mindenképpen, hogyha, hogyha, hogyha valaha a szülei vagy a nagyszülei éltek esetleg vidéken, és hordozza magában azokat az érzéseket, azokat az ízeket, amelyeket szoktuk gyakran emlegetni, hogy édesanyám vagy édesapám által készített kolbász vagy étel az mennyire itt van a, a számban, akkor itt biztos, hogy valamelyik csapatnál ezeket az ízeket megtalálja. Úgyhogy Tehát, hogyha bágyik a régi emlékekre, akkor mindenképpen látogasson el erre a Böllér Fesztiválra. Polgármester úr, kívánok még nagyon jó munkát, egészséget az előkészületekhez, és sikeres fesztivált! Köszönöm. Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!